Ez az új orvosi rendelő és egészségügyi központ azt jelenti számunkra, hogy a Borsodkem nem csak csúcs technológiás eszközöket üzemeltet annak érdekében, hogy termékeket állítson elő, hanem immár rendelkezik egy nagyon modern csúcs technológiás eszközökkel felszerelt rendelővel, amely egyrészt sürgősségi szolgáltatást, sürgősségi ellátást, másrészt pedig üzemorvosi munkaegészségügyi ellátást nyújt a dolgozók számára, hiszen a munkavállalóink a legfőbb érték. Mi indokolt azt, hogy egy ennyire modern 21. századi központot kellett létrehozni? A helyzet az, hogy ha valami történik, és hát egy vegyipari üzemnél nem lehet kizárni, hogy valami adott esetben történik. Hogyha tehát valami történik, bármilyen esemény bekövetkezik, és akár egy munkavállaló életét meg lehet menteni, ennek az egy munkavállalónak az élete már indokolja és igazolja egy ilyen beruházás fontosságát. Még ugye a Borsodkem Hotelben az előadásában elmondta az igazgató, hogy évvégén távozik. Én szeretném megkérni, hogyha egy kicsit összefoglalná végül is a munkásságét a Borsodkemnél. Nos, nagyon sok mindent mondhatnék, hosszasan beszélhetnék az elmúlt három évről. Tényszerűen viszont annyit lehet erről elmondani, hogy sikerült átvezetnünk a Borsodkemet a válsággal teli időszakon. Nem csak, hogy sikerült ezt a válságot válságban áthajóznunk, hanem az is sikerült, hogy közben rendkívüli beruházásokat hajtottunk végre, aminek eredményeként a Borsodkem üzemei megújultak, és maga a Borsodkem telephelye is megújult, illetve további fejlesztések eredményeként a munkaerőnket, a dolgozóinkat és tudásukat is úgy fejlesztettük, hogy ennek a megújult üzemi és telephelyi háttérnek megfeleljenek. Ezen kívül az EHS, azaz a környezeti és munkabiztonsági szolgálatunk megerősítésével most sikerült elérnünk azt, hogy ne csak a termelő kapacitásunk, de a munkabiztonsági foglalkozás egészségügyi szolgáltatásaink is a 21. századnak feleljenek meg. Mire a legbüszkébb? Ami leginkább büszkeséggel tölt el engem, az a fejlődés, ami az elmúlt években megvalósult, az a fejlődés, ami tetten érhető az üzemeknek a modernizálásában, átalakulásában, az egész telephely modernizálásában és átalakulásában. Hogyha az ember körbejár, akkor látja, hogy mennyi változás történt itt, és ezek egy jó része az elmúlt három évben történt meg. Ez az, ami a legnagyobb büszkeséggel tölt el. Először meghallottál ezt a hírt, hogy létre fog jönni ez a központ, akkor milyen érzések töltötték el, és hogy elhitte valóban azt, hogy egy év várakozás után végül is valóban elindul egy ilyen megváltás? Nagyon boldog voltam, és pillanatok alatt elhittem, és beleértem magam, mivel vezérigazgató úr tényleg felfedezte azokat a hiányosságokat a rendelőbe, ami teljes egészében gátolt minket abban, hogy egy kulturált, mai elvárásnak megfelelő egészségügyi szolgáltatást nyújtsunk. Szakmai, mit fog ezt jelenteni, hiszen itt a Forrosmon sétával azt láttam, hogy mondhatni mindenki ámulatba esett a 21. századi épülethez. Önnek mit jelent ez? Végül is az épület 21. századi, de hál' Istennek a felszerelés, az orvostechnikai műszerek is 21. századbelihoz való háttér biztosítanak. Ez a mi szakmai munkánkat nagyon megkönnyíti, hatékonyan teszi és sikeressé. Beszéljünk egy kicsit akkor a szakmaiságról, hogy tehát mi az, amivel előreléptek, tehát az egyikhez képest mibe fog a újdonságot, illetve előremutató dolgokat jelenteni a cégnek, hogyha ne talán ugye ne történjen, de történik valamilyen eset, ahol viszont itt valóban emberekkel kell majd foglalkozniuk. Elsősorban az, hogy tágasabbak lettünk, a felszerelések minőségiek lettek, tehát kényelmesen, megfelelő ütembe tudjuk a mindennapos munkánkat végezni. A második része a sürgősségi ellátás, ami a kor szellemének teljes egészében megfelelő, és hiánytalan feltételekkel rendelkezünk ahhoz, hogy a legsúlyosabb, problémás eseteket is itt a helyszínen el tudjuk látni, stabilizálni tudjuk, és megfelelő állapotba tudjuk továbbítani őket a kórházba. Beszélünk egy kicsit arról, hogy milyen stábban fogják ellátni itt a munkát, tehát hány orvos, körülbelül mekkora ápolószemélyzettel fognak majd eleget tenni ennek a mindennapos munkának.
orvosaink az multidisziplináris területről érkeznek és működnek. 11 fő orvos működik a stábunkban. Nyilvánvaló ehhez megfelelő ápolószemélyzet, diplomások, diplomás ápoló, diplomás mentőtiszt segítségével biztosítjuk. Nagyon korszerű laboratóriumi háttérrel, ultrahangos háttérrel és megfelelő gazdasági vezető.